Az NHS Vértesvidéke hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Által korábban hirdetett őszi lomtalanítás a koronavírus járványra való tekintettel az idei évben elmarad. Biztonsági okokból Komárom városában az őszi lomtalanítás elmarad, ezért kérjük a lakosokat, hogy közterületre ne rakjanak ki lomhulladékot, hogy akinek van lehetősége, az tárolja még tavaszig, remélhetőleg, hogy tavasszal meg tudjuk tartani a lomtalanítást. Akinek meg nincs helye, hogy tárolja, azt kérjük, hogy egyénileg gondoskodjon az elhelyezéséről. A zöld hulladék, illetve a szelektív hulladékgyűjtés viszont változatlanul működik, melyet havonta szállít el a közszolgáltató. A legközelebbi zöld hulladék elszállítást november 16-ától 20-áig végzik. Arra kell figyelni, hogy a zöld hulladékot a közszolgáltató feliratos zsákjában helyezzék ki a lakók, illetve az ágakat kötegelve, egy méteres darabokra összevágva lehet kirakni. A közszolgáltató az elszállított zsákok helyett újat biztosít, maximum 3 darabot szállítási alkalmanként. További zsákigény esetén feliratos zsákvásárlásra az ügyfélszolgálaton van lehetőség. További lehetőség, hogy a lakók el tudják vinni a zöld hulladékukat saját beszállítással a Városgazda külső telephelyére. Ez a laktanya köz végén működik, és munkanapokon 7 órától 3 óráig vannak nyitva, hétvégén pedig szombaton 7 órától 12 óráig lehet ide bevinni. További lehetőség, hogy a zöld hulladékot még égetni is lehet. Ez október 15-től november 30-ig van erre lehetőség belterületi ingatlanokon, és fontos, hogy ez a zöld hulladék száraz legyen a füstképződés elkerülése véget. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos. A száraz zöld hulladék égetésére ebben az évben utoljára van lehetőség, hiszen a jogszabályváltozás jövő évtől nem engedélyezi az avar és kerti hulladékok tüzelését. Ezzel kapcsolatban további információ a város honlapján a zöldkomárom.hu oldal közérdekű információk menüpont alatt érhető el.